Sziasztok! Ez itt az OMDK vlog második része, amikor Szalai Miklós kollégámmal fogunk beszélgetni, aki egyébként a Kaposvári Egyetem Ripő-Rónai Művészeti Karának egyik adjunktusa és médiaművész. Szóval most felvonunk a harmadik emeletre, és megkérdezzük egy csomó fontos dologról, ami valószínűleg titeket is érdekel. 2017. szeptemberre óta vagyok az egyetemen, és mindenféle a vizualitással és a márkaépítéssel kapcsolatos tantárgyakat tanítok, tipográfiát, nyomdatechnológiát is, meg olyan dolgokat, amik a kreativitással kapcsolatosak. Tulajdonképpen ugyanazt csinálom, azt hiszem, szabadidőmben is, mint amikor a hegedűs hazamegy és otthon is hegedül, tehát hogy én is nagyon hasonló munkákat csinálok, vagy márkákat építek, vagy részt veszek olyan kreatív tervezői feladatokban, vagy könyvtervezés, vagy illusztrálás, vagy egyszerűen csak egy márkának a tanácsadása, amiből például inspirálódom, és azt is képes vagyok akkor oktatni. Tehát ami a világban történik, én arról elég sokszor tudok. Szerintem a legerősebb szó az a vagányság. Az, hogy valaki, ha idejön, akkor megkapja az arcába azt, hogy jó, vagy hogyha nem jó, akkor mit kell, hogy tegyen ahhoz, hogy jó legyen. Nem, én legalábbis mindent megteszek azért, hogy nem kenjük el a problémákat, hanem a tervezésre fókuszálva, főleg úgy, hogy ez a dolog, amit valaki tervez, milyen hatást kelt az emberekben, ezt értsék meg, fogják fel, ebben legyenek profik. Például ugye szerdánként vannak óráim, és szerda este minden második alkalommal van egy buli, és olyankor elég nehéz a hallgatókkal nem találkozni kurzuson kívül. Egyébként az nagyon jó szerintem, amikor, hát nem szabad teljesen összekeveredni a hallgatókkal, de az, amikor érezzük egy diáknak a működését, a gondolkodásmódját, az sokat segít abban, hogy hogyan tudjuk megközelíteni őt, tehát hogyan tudjuk inspirálni, hogyan tudunk az ő számára a legjobb feladatokat adni.